Szerettem volna az önök figyelmét felhívni arra a Joe Time interjúra, ami Osváth Zsolt influencernek a műsora az Egy kanapén, amely a hét elején kapott publicitást, az első nap már 50 ezer ember megnézte, tehát egyetlen egy nap alatt 50 ezer ember megnézte, és jelen pillanatban 100 ezer megtekintéssel a YouTube-on Magyarországon a 36. legnézettebb videó. Annak ellenére, hogy az első napon egy ismeretlen bejelentőnek a feljelentése alapján a YouTube lekorlátozta az elérését ennek a videónak, és ezért automatikusan nem dobja föl a csatorna követőinek sem. Tehát ha önök eddig nagyon sok hasonló interjút néztek, akár velem, akár a Showtime sorozatból, vagy Osváth Zsolttal, akkor sem fogja önöknek földobni, mivel lekorlátozták ennek a videónak az elérését. Így aztán azt szeretném kérni, hogy mindenképpen osszák meg egymással, és ajánlják egymásnak, mert természetes módon nagyon keveseknek fog feljönni. Ez lett volna talán a legfontosabb kérésem. Egyébként mindenkinek nagyon köszönöm azt a rengeteg pozitív kommentet, amit olvashatunk a videó alatt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a beszélgetés első részében, kicsit magánéleti jellegű, akár a vasút, mint szenvedélyem, akár a gyermekkorom, akár a tanulmányaim, a nyelvismeretem és hasonló témákban kérdezgetett Zsolt. Kivándorlás, miért jöttünk haza, feleségem, mennyire fontos nekem is, és milyen, neki milyen életútja volt, milyen szakmai múltja volt, hogy lett fizikusból szülésznő, és most éppen asztalosnak tanul. Miután szülésznőként ellehetetlenítette a fideszes lejárató kampány, egy teljesen hazug lejárató kampány, amelyről a fővárosi ítélő tábla mondta ki, hogy még a legvékonyabb ténybeli alapja sincs. Az Origo 2 millió forintot fizetett is, de azóta sem tette közzé a helyreigazítást. Nos, és azóta ennek ellenére, hogy bebizonyosodott, hogy ez mekkora hazugság, ezen a héten egy újabb lejárató kampány indult a feleségem ellen, hát persze valójában ellenem, hiszen ha már ellenem nem tudtak semmilyen kézzelfogható vádat felhozni, akkor úgy gondolták, hogy itt van kéznél a családom, itt van kéznél a feleségem. Nem érdekes, hogy már mondhatnám lerágott csont, bizonyított hazugság az ő letámadása. Ennek ellenére most is újrakezdték fokozott erőkkel, de hát azt is tudjuk, hogy miért. A Showtime interjúnak a címválasztását nem én határoztam meg, hanem Osváth Zsolt, egy közismerten meleg aktivista, aki Orbán Viktor fiára célzott ebben az általam elmondott tőlem idézett kifejezéssel, hogy én soha nem tagadnám meg a fiamat. Hogyha meleg fiam lenne, és lehet, hogy lesz, ezt nem tudhatjuk, tehát ha meleg fiam lenne, akkor soha nem tagadnám meg. Azt gondolom, hogy a szülőnek a feltétel nélküli szeretet a legfontosabb. Szavakban persze, Orbán Viktor is ezt mondta egy német lapnak adott interjújában, mi azonban azt tapasztaljuk, hogy ő megtagadja a fiát, akiről természetesen nem tudjuk, hogy meleg vagy nem, és ez egy óriási támadás volt most az én nyilatkozataim kapcsán, egy jogos, elismerem jogos kritika, hogy talán nekem nem kellene foglalkozni Orbán Gáspárral. Úgyhogy most a harmadik pontban, vagyis hát a második pontban szeretném ezt bővebben kifejteni önöknek, hogyha a véleményemre kíváncsiak, több helyen elmondtam a Showtime interjúban is, ott is szerepel a véleményem ezzel kapcsolatosan.